A külföldi kampánytámogatást a baloldali szavazók is ellenzik, ez olvasható a Nézőpont Intézet legfrissebb felmérésében. A közvélemény kutatás szerint a magyarok 61%-a semmilyen külföldi anyagi támogatást nem engedne a választási kampányban, és mindössze harmaduk megengedőbb ebben a kérdésben. A többség egyetért azzal is, hogy a külföldi támogatás szabályozására a jelenleginél szigorúbb törvényekre lenne szükség a kampányidőszakban. Zoltán. A Nézőpont Intézet elemzője, Rotis Bálint a vendégem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! A külföldi kampányfinanszírozás kérdésére kérdeztek rá, mennyire egyértelmű a magyarok álláspontja, ha úgy tetszik, akkor a szuverenitás kérdésében. Ugye azt látjuk a választási eredményekből, hogy a magyarok számára a szuverenitás az egy fontos kérdés. Ugye a szuverenitás, a nemzeti önrendelkezés és a külföldi befolyás az, az, az mindig előkerül, mint téma egy-egy választás alatt, és mindig milyen választásról beszélünk. És hát azt tapasztaltuk én már az elmúlt 13 évben, hogy azok a pártok tudnak sikeresebbek lenni, akik számára a szuverenitás védelme, annak a kiharcolás az egy fontos érték és cél. És azért van egy másik szempont is, amit ki kell hangsúlyozni, hogyha választásokról beszélünk. A magyaroknak az is nagyon fontos, hogy egy választás tiszta legyen, igazságos legyen, hisz ez adja meg a legitimitást mindig a többségnek továbbá amennyiben változik a többség, akkor a békés hatalomváltásnak is az alapját a választás jelenti. Tehát a magyaroknak az is fontos, hogy egy választás tiszta legyen, és minden párt betartsa a szabályokat. Nézzük akkor a felmérésnek a részleteit. Először a, a kampányfinanszírozás kérdését, amit föltettek, meg is tudjuk mutatni a nézőknek, hogy hogyan alakultak a válaszok. Itt láthatja ön is mellettünk. 61% mondta azt, hogy inkább egyetér, de külön megvizsgálták azt, hogy a baloldali szavazók és a kormánypártok szavazói hogyan vélekednek erről a kérdésről. Mit üzennek ezek? A számok. Hát egyrészt a, azt nyugodtan kijelentettük, hogy a többség elítéli a külföldi befolyást bármilyen irányból jön, tehát akár nyugati országok irányából, akár keleti országok irányából. Azt látjuk, hogy a Fidesz tábor az gyakorlatilag egyemberként mondott véleményt, egyemberként utasította el a külföldi befolyásolási kísérleteket. Még a baloldali szavazók közt azért van egy törés, egyfajta bizonytalanság. Itt nyilvánvalóan a szerepet játszik az, hogy a baloldali szavazók a pártjuk iránt éreznek egyfajta szimpátiát, egy hűséget. Nyilván ők is érzik, hogy ezek a pénzek valódi kampányban kerültek bele, éppen ezért megosztottabbak a kérdésben, de azért az, hogy a baloldali szavazók 41%-a is azt mondja, hogy ez egy elfogadhatatlan gyakorlat, az azért az azt mutatja, hogy náluk is azért a párthűséget vagy a pártszimpátiát azért ez az eset, ez már jó, jóval felülírta baloldali szavazók 52%-a mondta azt, hogy inkább nem ért egyet, és ugye 41 mondta azt, hogy inkább egyet ért. Hogyha a következő táblát megnézzük, ahol arra kérdeztek rá, hogy szigorítani kell a szabályokon, ott szembetűnő, hogy a baloldali szavazóknak viszont nagyobb aránya mondta azt, hogy szigorítani kell. Itt láthatják mellettünk, 49% mondta azt, hogy szigorítani kell, úgyhogy a előző kérdésre pedig 41% mondta, hogy ez probléma. Igen, és mindössze 30% volt az, aki azt mondta, hogy nincs szükség további szigorításra. Itt azért kitűnik az, hogy a baloldali szavazók most az egyszer, legalábbis egy része hajlandó volt úgymond becsukni a szemét, vagy elnézni, viszont ők is érzik, hogy ez a fajta gyakorlat, amikor külföldi erőforrásokra támaszkodva egy párt vagy politika oldal előnyre akart szertenni, ez nem elfogadott. Éppen ezért látszik az, hogy azért a jövőben már nem akarják ezt a fajta gyakorlatot elnézni. Nem akarják újra becsukni a szemüket, és ebből, tű, ebből látható az, hogy azért ők is a szigorítás mellett állnak. Ugye ez azért nagyon fontos kérdés, mert ugye jövőre választások lesznek, két választás is lesz, egy napon az Európai Parlament és az önkormányzati választás, és az, hogy a magyarok többsége ebben a kérdésben is egyértelműen a szigorítás mellett foglal állás, sőt a baloldaliak többsége és a szigorítás mellett foglal állást. Azt tűnik, hogy a magyaroknak fontos, hogy legalább a jövő évi választások, illetve az azt követő választások már a tiszták legyenek, ne legyenek ilyen ügyeskedések, ilyen jogi kiskapuk, és ezeket valahogy a parlamenti többség, a parlamenti pártok vagy kezeljék, vagy meg. Az adott alapot erre a felmérésre, amire a nézők is bizonyára emlékeznek, hogy a tavalyi országgyűlési választások előtt, ami utólag derült ki, Márkizai Péter mozgalmához és más baloldali. Euh Pártokat támogató szervezetekhez talán így helyes, 4 milliárd forintnyi dollár érkezett, erről maga Márkizai Péter beszélt a választások utáni időszakban, és az ellenzéki pártoknak a vezetői rendre azt mondták az erre irányuló kérdésekre, hogy ők nem tudtak ezekről a pénzekről, és miután kiderült, hogy egy civil szervezethez érkezett, belhangzott az is, hogy ez nem jogellenes, ezzel nem volt semmi probléma. Igen, és itt azt a kis kaput használták, hogy valóban pártok nem fogadhattak volna el ilyen pénzeket, e, jogilag talán nem is tették, viszont ezért e, minden bizonyal előre kitervelve, e, úgymond egy civil szervezeten keresztül, illetve egyéb más cégeken keresztül ezeket a forrásokat azért kampány feladatok elvégzésére becsatornázták. Nem véletlen az, hogy azért a illetékes szervek azonnal elkezdték a vizsgálatokat. Ez azért végső soron, most hogyha bárki is a szívében néz, pontosan tudja, hogy azért ezek a pénzek egyértelműen arra szolgáltak, hogy a kampányban egyfajta plusz felhajtó erőt jelentsen a baloldal számára. Ugye láttuk azt, hogy a baloldali szavazók is azért érzik, hogy itt valójában ezek a pénzek kampányfunkciót láttak el. Nyilván most az a kérdés, majd az lesz a nagy kérdés, hogy ezt a fajta jogi kiskaput a parlamenti többség hogyha bekívánja, akkor miként tudja ezt a, ezt a kiskaput majd betömni, mert azért nem felejtsük el, ami egyszer előfordul, az először fordulhat másodszor is, és hát ugye azért azt se felejtsük el, ami szintén nagyon fontos, mert a politika világ az ilyen, a politikában sosincsen ingyen pénz, tehát hogyha valaki ad, akkor kiír is valamit cserébe, nyilván a, a, a fő célt, a kormányváltást nem tudták elérni a baloldalon, viszont ez nem azt jelenti, hogy akkor a törlesztés elmaradhat, törleszteni kell. Talán ebből következik az is, hogy például a, mondjuk a háború kérdésében, ha megnézzük a baloldali politikusok nyilatkozait, ez úgy akadtak szó szerint egybecsegnek azzal, amit mondjuk Amerikában a baloldal képvisel, vagy amit Nyugat-Európában háborúpárti háború párti baloldal képvisel. Több hatósági vizsgálat is indult az ügyel kapcsolatban, amire már ön is utalt, és ezekből a vizsgálatokból derült ki az, hogy segítségeken keresztül segítették azt a kampányt, amit egyébként az ellenzék pártok képviseltek. Így akkor nincs felelőssége a pártoknak ebben? Az, hogy jogi felelőssége van, ezt majd az illetékes hatóságok eldöntik a nyomozás során, viszont politikai felelőssége egyértelműen van. Tehát miután ezek a pénzek, bárhogy nézzük, végső soron a kampány Befolyásolására és a kampánya, baloldali kampány megerősítésére mentek, így a politikai felelősség nem elkerülhető. Másrészt azért azt is érdemes hangsúlyozni, egy kampány nem adhok módon áll össze. A legfőbb politikusok, vagy hát a döntéshozatal a csúcsán álló politikusoknak tisztában kell lenni azzal, hogy mivel kampányolnak, miből kampányolnak, mire mennyit tudnak költeni, ezeket meg kell tervezni. Na most 4 milliárd forint túl sok pénzösszeg ahhoz, hogy ne tudjon róla senki. Tehát valamilyen úton módon tudniuk kellett, ró kellett róla tudni, vagy legalább gyanakodniuk kellett volna, mert azért 4 milliárd forint egy választási kampányban meglátszik. is Bálinnak köszönöm szépen, hogy itt volt és hogy mindenről beszélhettünk. Köszönöm szépen.